jelenleg az anyagi világ 5%-át ismerjük pontosan. A maradék 95% felfedezésre vár. A sötét anyagról borzasztó keveset tudunk. Ennek is a legnagyobb kihívása jelenleg ennek a sötét anyagnak a megismerése. Ebbe kapcsolódtunk be mi is itt, ami hát számunkra még nagyobb kihívást jelentett. Egy holland kutató felhívott külföldön. Az volt az ajánlata, hogy ő egy érdekes dolgot figyelt meg, és próbáljuk meg ezt mi is reprodukálni itt Debrecenben. Évekig még próbálkoztunk ezen effektus kimutatásával, ami egy új részecske kimutatását jelentette volna. Egy amerikai kollega csoportjával végzett számításokat, és arra jutott, hogy ez a részecske nem lehet a sötét foton, hanem egy ötödik kölcsönhatás közvetítő részecskéjének a felfedezéséről van szó. A tudományos kutatásban nagyon fontos ez a kritikus hozzáállás, de ennek ellenére meggyőződésünké vált, hogy amit sikerült itt Debrecenbe kimutatnunk, ez valós és nem valamiféle kísérleti hiba okozta. Mindenképpen sikerült felkelteni a nemzetközi érdeklődést, együttműködésekre kértek fel, némi anyagi támogatást is jelent ez. Magyarországon egy sokkal szerényebb a támogatottsága ennek a projektnek is, ugyanúgy, mint bármelyik más projektnek. Ez az óriási kérdéskör, a sötét anyag kérdésköre ilyen viszonylag kis laboratóriumokban, mint ahol vagyunk jelenleg az Atommagkutatóintézet, is eredményesen vizsgálható. Ez az atommagfizikai kutatásoknak egy új lendületet adhat.